おらおらおら。Az előző rész tartalmából. Dr. Eggman éppen arra készült, hogy a világot térdre kényszerítse legújabb szuperfegyverének bevetésével, amikor hirtelen az egész folyamat visszafelé sült el. A fegyver üzembe helyezésének pillanatában ugyanis egy hiba üzenet tűnt fel annak képernyő rendszerén, és vele együtt egy automatizált üzenet loopolva. Az üzenetet készítője úgy forrasztotta össze, hogy bekapcsolásakor az átvegye az irányítást a földbolygó összes üzemben lévő tévéképernyője felett, ezzel hangsúlyozva véglegességét. De az is meglehet, hogy ez az üzenet csak simán rákapcsolódott az Eggman által már korábban kialakított kommunikációs rendszerre, hiszen már láthattuk a Hero és Dark történetekben is, hogy Eggman már egyszer eljátszotta ezt a világgal, hogy mindenütt látszott a videó üzenete. Az is lehetséges, hogy ez a videó csak átvette az irányítást a bárkaőrállomás helyi rendszere fölött, és ugyanazt a technológiát használva sugároztatta szét magát. Az is lehet, hogy az, amit Eggman felhasznált rendszert, titokban pont ezzel a célzattal épült. Nem biztos, hogy Eggman sugározta szét az üzenetet, lehet, hogy csak felhasználta azt a valamilyen oknál fogva ott lévő, nagy hatótávolságú, szétsugárzó rendszert arra, hogy a saját üzenetét sugározza ki, mindez idő alatt nem is sejtve azt, hogy miért van ténylegesen ott ez a nagy hatótávolságú kisugárzó rendszer. Vajon mihez kellett? Ki építette? Miféle célzattal? Bele sem gondolt abba, hogy azt esetleg valaki más konkrét szándékkal tette oda. Hát most lehullott a lepel, az biztos. Na de térjünk a lényegre, mit is hallunk itt most mi éppen? A képen látható egyén nem más, mint Gerald Robotnik professzor, akinek valamilyen oknál fogva megengedték azt, hogy egy fenyegető szándékú videó üzenetet vegyen fel, azután, hogy bebörtönözték a börtönszigeten, és vélhetően kivégezték a videó tartalmából megállapítva. A professzor úr az őt ért sérelmekből kifakadt bosszú vágya következtében el akarja pusztítani a Földet és vele együtt az egész emberiséget is, ennek konkrét okaira pedig az éppen most látható jelenet világít rá, viszonylag nagy alapossággal, úgyhogy szépen el is mondom az egészet kellő hozzáértéssel, magyar kommentárral mindannyiótoknak, hogy megértsétek a pofázásomtól függetlenül is. Egyszer volt, hol nem volt, a játékbeli kormány létrehozott az űrben egy tudományos kutatóállomást, melynek főnökeként Gerald Robotnik professzort bízták meg, aki a maga idejében egy nagyon ismert tudós ember volt. Ez a tudós ember nagyon szeretett tudóskodni, és volt egy unokája is, akit Máriának hívtak. Ennek a bizonyos Mária nevű egyénnek volt egy bizonyos genetikai betegsége, mely gyógyíthatatlan volt, viszont Gerald Robotnik professzor elhatározta, hogy csak azért is, hogyha már itt van ez az egész kutatóállomás, megtalálja a módját annak, hogy Máriát valahogy kikúrálja valamilyen úton, módon. Éppen ezért a Bárka űrállomás névre hallgató kutatókomplexumnak jelentős erőforrásait arra használta fel, hogy megpróbálja megkeresni az örök fiatalság, örök egészség, örök léttitkát. Gyakorlatilag az abszolút lény projektet így indította el ebből az apropóból. A játékbeli kormány vélhetően csak azért engedélyezte ezt neki, mert ők azt hitték, hogy biológiai fegyvert fog nekik csinálni, esetleg valami veszélyes állatot, mint például az Artificial Chaos, ami végül nem igazán úgy jött össze, ahogy ők is akarták, mert eléggé vad természetű lett. Tehát végső soron azért engedélyezték, mert ők hadászati célzattal akartak valamiféle szörnyedvényt látni ebben a laboratóriumban kialakulódzni. Magyar pronunciation forever. Gerald Robotnik professzornak végül sikerült véghez vinnie ambíciózus tervét, és meg annyi prototípus elkészülte után végre felcsillámlott a remény arra, hogy megszülessen az igazi abszolút lény, ez pedig meg is történt, több-kevesebb plusz segítség árán, de megtörtént. Viszont mire ez megtörtént, addigra a kormány elkezdett azon morfondírozni, hogy hú, ezek a prototípusok meg ezek az egyéb projektek, miért kell neki lézerfegyver a Bárka űrállomásba, ami csak egy ártalmatlan kutatóállomás? Miért telepített oda fegyvert? És hogy miért kezdett ilyen más projektekbe is bele? Miért kutat ez ennyit, amikor csak azzal a konkrét dologgal bíztuk meg, amit nekünk kell, hogy csináljon? Ez az abszolút lény is egyre veszélyesebben hangzik, és akkor a kormány hozott egy döntést, hogy ők ezt leállítják, de nem akárhogy. Úgy vélték, hogy nem tehetik meg simán azt, hogy azt mondják a tudósoknak, hogy oké, köszönjük a munkátokat, hazamehettek, mert így is úgy is kikerült volna a sztori a sajtóba, az emberek megtudták volna, hogy a fejük felett
egy szuper fegyver lebeg, rajta meg annyi biológiai egyéb fegyverrel, meg prototípusokkal, meg veszélyes szörnyekkel, amiket laboratóriumi kis üvegcsékben kocsvasztottak ki, úgyhogy arra az elhatározásra jutottak, hogy márpedig élve senki nem hagyja el azt a helyet, aki ott dolgozott, senki, sem a projekt, sem pedig azok, akik dolgoztak rajta, úgyhogy szépen, módszeresen felmentek, és kiirtottak, vagy bebörtönöztek mindenkit, akinek köze volt az abszolút lény projekthez. Mivel azonban nem volt elég haderejük ahhoz, hogy az összes cuccot, ami ott tanyázik, kiirtsák egytől egyig, bizonyos prototípusokat is beleértve, ezért végül arra a következtetésre jutottak, arra a vég kifejletre jutottak, hogy ott hagynak néhány robotot járőrnek, hogy őrizzék a helyet, senkit se engedjenek felmenni és vagy lejönni, és a többit pedig szépen eltusolják a francba. Azzal azonban még ők sem voltak tisztában, hogy amíg ők ezen tervüket akarják kivitelezni, addig a Bárka űrállomáson az abszolút lény projekt végterméke, bizonyos Shadow Ashun már régen öntudatánál van, és bizonyos Maria Robotnikkal barátkozik, aki gyakorlatilag az egyetlen barátja a sok tudósból álló telepen. Feltételezhetően minden bizonnyal a játék ezt állítja, és a sorozat is. A játék japán kézikönyve szerint Shadow mentálisan nem volt öregebb pár naposnál, amikor megtörtént az űr, amikor is feljöttek a katonák és szépen elkezdték lemészárolni a Bárka űrállomáson dolgozó egyéneket, vagy jobb esetben bebörtönözni. Éppen ezért egy kissé meg volt lepődve, amikor Mária hirtelen azt mondta neki, hogy Shadow, hát a helyzet az, hogy most minket lemészárolnak, úgyhogy neked el kéne tűnöd a francba valahová, mielőtt téged is elkapnak és bebörtönöznek, vagy rosszabb esetben kinyírnak. Úgyhogy Maria ezen szavak kíséretével szépen betuszkolta Shadow-t az első mentőkabinba, és ping, pont akkor sikerült elindítania a kilövését, amikor őt hátba lőtte egy éppen arra rohangászó katona, aki éppen kereste azokat a veszélyes elemeket, akiket hatástalanítania kell. Mariát sikerült is neki, Shadow-t nem. Shadow-t sikerült idejében még kimenekítenie Mariának az élete feláldozásával a Bárka űrállomásról, hogy ezután pontosan mi történt vele, azt nem tudni, viszont a börtönszigeten kötött ki valahogy. Mivel azt még a kormány is belátta, hogy Gerald Robotnikot így instant helyben kivégezni nem lenne a legcélra vezetőbb tett, amikor dolgozhatna is nekik titokban, ezért őt és talán vélhetően esetleg másokat is levittek magukkal a földre a börtönszigetre, mint rabot, és ott dolgoztatták tovább, vélhetően a kormánynak készített további fegyverprojekteket, vagy valami ilyesmi. Az biztos, hogy valami munkát adtak neki, különben nem lett volna hozzáférése ahhoz, amit itt látunk kibontakozni, ugyanis Gerald Robotnik, miután a börtönszigeten rabságba vetették, és nekiállt kényszer munkakörének betöltésére, megtudta azt, hogy az unokája is meghalt a Bárka űrállomás ostroma alatt, és ettől kezdve eltört benne, elpattant benne valami és megőrült. Ettől kezdve minden erejével azon volt, hogy titokban, miközben ő azt hiteti el a környezetével, hogy valamiféle új fegyverrendszeren dolgozik, azon dolgozott, hogy a megtalált és lehibernált, esetleg utólagosan lehibernált, a lényeg az, hogy megtalált és hibernáció alatt lévő Shadow-nak ő ettől kezdve arra koncentrált, hogy az emlékeit úgy módosítsa, hogy amint fel kell valamikor a jövőben, bármikor is történjen meg az, és bárki is ébressze fel, neki az egyetlen célja az legyen, hogy bosszút álljon. Nem tudjuk azt, hogy Shadow csak azért emlékszik-e kevés dologra a múltjából, mert eleve nem élt meg sok időt, nem élt hosszú ideig, nem töltött sok időt Mariával, vagy ez csak a maradéka azon emlékeknek, melyeket Gerald Robotnik kitörölt belőle, azért, hogy csak azok maradjanak, melyek az emberiség iránti gyűlöletét tovább erősítik, tovább tüzelik. A lényeg az, hogy Gerald Robotnik személyes bosszúvágyának köszönhetően Shadow létezése új értelmet nyert. Elvégre őt alapból azért hozták létre, hogy az életet megmentse létezésével és a benne lévő gének segítségével, viszont Gerald Robotnik őrületének köszönhetően ő immáron bizonyos formában a halál angyalává vált. Az emlékmódosításnak és vagy törléseknek köszönhetően ennek pedig ő valamilyen szinten tudatában is van és büszke is rá. A kormány persze bizonyos idő elteltével végül rájött arra, hogy Gerald pontosan mit is tervez, ám megállítani nem tudták, vagy csak nem akarták, lehet, hogy nem akarták megállítani, és nem is tudták megállítani. Arra gondolok, hogy
Geraldot kivégezték azért, hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy senki nem tudja ezt elindítani, Shadowt pedig elzárva tartották, nehogy valaki véletlenül felélessze, mert tudták, hogy bármit is csinált Gerald, annak Shadowhoz van köze, hiszen máshoz, Shadown kívül nem volt hozzáférése. Éppen ezért mindent meg kellett tenniük azért, hogy Shadow létezéséről senki ne szerezzen tudomást, és senki ne próbálja meg megszerezni magának. A bárka űrállomást pedig vélhetően azért nem merték tovább háborgatni, mert titkon attól féltek, hogy bármit is csinálnak vele, akkor valamiféle önmegsemmisítés indul be, tehát Gerald Robotnik valószínűleg beállított rajta valamit, ami beindul akkor, hogyha valaki megpiszkálja a bárka űrállomást, és nem is tévedtek nagyot, nem tették rosszul, hogy nem nyúltak hozzá. A bárka űrállomásba ugyanis Gerald Robotnik egy olyan programot épített bele, vélhetően felküldte az adatokat a bárka űrállomásra valamilyen privát kommunikációs vonalon keresztül az elfogását követően, más nem tudok elképzelni, miért akarna bosszút állni még a sérelmei előtt, tehát gondolom az én elméletem az, ami igaz. Egy olyan programot küldött fel a bárka űrállomásra, mely a 7 Chaos megszerzésekor és Eclipse Canon talapzatába történő beillesztésekor újra feléleszti a rég szunnyadó rendszert, és egy automata pilóta módot kapcsol be, mely a bolygóba vezeti az egész űrállomást. A folyamatot egyetlen parancssal nem lehet kiiktatni, csupán úgy, hogyha a folyamatban résztvevő alegységeket iktatják ki különböző személyek, felsőbb utasítás alapján, és most pontosan ez történik, amigos. A Last Story keretében jó és rossz egyaránt összefognak a nagyobb cél érdekében, ugyanis mindannyian a Földön laknak, és sem a jónak, sem pedig a rossznak nem lenne túlzottan kellemes az, hogyha a hátralévő életüket az űrhideg sötétjében kéne leélniük. Ezzel pedig egy méretes marhaságot is mondtam, ugyanis, mint azt korábban mondtam, a bárka űrállomás becsapódik a Földbe, tehát ők sem élik túl az ütközést. Ha el is menekülnek a Földre az űrállomásról, akkor is mind meghalnak, hiszen becsapódik és kiirtja az egész emberiséget a robbanás, tehát mindenképpen csinálniuk kell valamit, ebben a helyzetben pedig már nem számít a személyes konfliktusuk. Itt mindenkinek segítenie kell, függetlenül attól, hogy az ők is egyéni harcukban, Sonic vs. Eggman, ők most jók-e vagy rosszak, hiszen mindannyiuk érdeke az, hogy az a bolygó, melyet közös otthonuknak neveznek, megmaradjon. Személy szerint én egyszerűen imádom ezeket a végkifejleteket, amikor van egy gonosz és van egy jó, és ők már régóta harcolnak egymással, de hirtelen van valami sokkal nagyobb érdek, mely mindkettőjüknek érdeke, mindkettőjüknek fontos, függetlenül attól, hogy nekik mik az egyéni érdekképzeteik, mit tartanak fontosnak, van valami, ami mindkettőjüknek nagyon fontos, és ezért félre kell tenniük a köztük lévő ellentéteket, és egy kis ideig együtt kell dolgozniuk azért, hogy megmenthessenek valami olyasmit, mely mindkettőjük számára fontos a saját erkölcsösségüktől függetlenül. Ezt az élményt még az sem tudja elrontani számomra, hogy rengetegszer újra használták a későbbi és már a korábbi játékokban is felhasználták, mert én egyszerűen úgy vagyok ezzel, hogy mindig szívesen látom azt, hogyha van egy halálos ellenség, és egy hősies hős, akik már nagyon régóta harcolnak egymással, rengeteg konfliktust megéltek, most azonban, és vélhetően a jövőben is, van olyan dolog, és lesznek olyan dolgok, melyek mindkettejük számára fontosak, függetlenül attól, hogy jók-e vagy gonoszak, függetlenül attól, hogy az egyik rabszolga sorba akarja eldönteni a világot, a másik meg szabadságot akar biztosítani a világ számára. Ha nincsen világ, akkor tök mindegy mindkettőnek, hogy mit akar. Először a világot kell megmenteni, először az univerzumot kell megmenteni, és utána a benne lakó kisebb egységek folytathatják tovább vég nélküli párbajukat az élet örök körforgásában. Mondhatnám úgy is, hogy is the circle of life. Még mindig nem láttam az Oroszlán királyt az elejétől a végéig, csak a felétől a végéig. Meg kéne néznem, meg kéne néznem. Egy szó mint száz, hősöknek és nem hősöknek mind össze kell dolgozniuk ahhoz, hogy elérjék közös céljukat. Magát a műveletet Tails és Eggman, a két oldal műszaki zsenéjei irányítják, miután ők a fegyver rendszerének első két szekcióját egymást felváltva és egymást kölcsönösen segítve kitisztították, a többiekre is hárul nem kevés feladat. Tails és Eggman váltó ténykedéséhez hasonlóan Knucklesnek és Rouge-nak is össze kell fognia a nagy egész érdekében, nekik is egymást segítve kell megtisztítaniuk az utat a másik fél számára. Az ő műveletüket Rouge kezdi, aki elsődlegesen utat biztosít Knuckles számára ahhoz, hogy át tudjon úszni a bárka űrállomás fegyverrendszerének utolsó előtti szekcióján,
aki ennek végeztével pedig Sonic számára biztosítja a továbbjutási lehetőséget, akire természetesen az egész fegyverrendszer legnehezebb szekciója hárul. És legismerősebb szekciója, mindjárt meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Fény derül ugyanis arra, hogy Gerald Robotnik professzor nem véletlenül választotta a Chaos Emeraldokat arra, hogy a bárka űrállomáshoz az energiát biztosítsák, ugyanis a bárka űrállomás belsejében felépítették a Sonic Adventure DX-ben is látható Mester Smaragd oltár szentélynek a pontos mását, csak azért, hogy a Chaos Emeraldokat a maximális hatékonyságig hasznosítani tudják. Ha ehhez pedig hozzáadjuk az Artificial Chaosok jelenlétét, szerintem nagy biztonsággal megállapíthatjuk azt, hogy Gerald Robotnik professzor tisztában volt a Sonic Adventure DX-ben általunk is megismert legendával. Minden bizonnyal ismeri az egész hangyász kultúra hagyatékát, Mystic Ruins-ban is biztos folytatott feltárásokat, arra azért kíváncsi lennék, hogy Chaos DNS-ét honnan szerezte meg akkor, hogyha a Chaos és Tikal lelke mindvégig a Mestersmaragdban voltak bezárva. Lehetséges, hogy ez is tudomására jutott, hogy ő is látta a Lost World végén található hieroglifa-szerűséget, és ebből arra a megállapításra jutott, hogy ha a világ még létezik, akkor Chaosnak valahová el kellett záródnia a világ elől, és lehetséges, hogy valahogy kiinjekciózta a Mestersmaragdból Chaos DNS-ét, és ezzel hozta létre a saját Chaos klónjait. De ha ez így is van, hogyan tudod hozzáférni a Mestersmaragdhoz? Ha sikerült hozzáférnie, és esetleg Knuckles felmenői, mert Knucklesnek is származnia kell valahonnan, ennek tanúi voltak, lehetséges lehet az, hogy a Mestersmaragd bizgerálása a Robotnik családban már hagyománnyá nőtte ki magát? Lehetséges, hogy Eggman, Ivo Robotnik professzor, a nagyapjától, Gerald Robotnik professzortól örökölte a Mestersmaragd elrablásának kényszerét? Mekkora balfasságokat találok ki, de nem csodálkoznék rajta, őszintén megmondom, amigos. Lassan, de biztosan sikerül elérnünk a bárka űrállomás Eclipse kenőnyének fegyverközpontjának magját. Úgyhogy javaslom, amigos, itt álljunk meg, és innen folytatjuk majd legközelebb.